A Total Car itt is ugyanazt jelenti. Össze-vissza le van zúzva a vas. 88 Chevy Silverado-ba ülünk. 1988-as pick-up. Igen, azt mondja, kicsit a belteréről. Mondjuk ez egy rövid rész lesz, mert ez ennyi a belterézők. A beltér ennyi. Valamikor ilyen bordó plüss volt. Balra lenne az egyes. Ugye három sebességes, mert minek mennyit veszködni, 10 sebességes. Csillivili habizitív váltóval, amikor a három sebesség pont elég, és a terepváltó lent. Ami viszont frankó. Tökéletesen jó. A ritmust is ad egyből. Perkusszív érzetünk van az autóban. Ez a klímája, igaz? Igen, ez a klímakompresszor be van akadva, és azt mondták, hogy ez így marha fasza. Kicsit megszívta magát. Milyen szivatót rajta felejtettük? Atyám! Nincsen szivató, való. Tudom, hogy nincs, hogy ilyeskedik. Egyes. Igen, és lent! De nagy fölfele akartam vinni a kamerát. Ez kurva nagy. Platót mondjuk nem néztük meg, hogy mit viszünk magunkkal a városba. Malacot csak nem. És elindultunk. Az öreg vassal. Azt a tükröt légy szíves, húzd be nekem, Gyuri, légy szíves. Egy pillanat. Tükröt húzom, szóljál. Igen, szólok. Most még egy nagyon picit, jó? Okay. Köszönöm, tökéletes. Jó, szuper vagy. Ez nem elektromos. Ez nem elektromos? Nem inném. És induljon a diszkó! Ekkora feelingje van. Szervója van, hogy álomszerű. Fék? 88-as kocsi. Fék az a padlólemezen található, konkrétan. És átvitt értelemben is. Úgyhogy... Kicsit bent fog a fék, ami azt jelenti, hogy majdnem a motortérbe. Hú, van M-kakaó basszus, mi? Botrányos. Na milyen feeling, Zsoli? Leírhatatlan olyan. Kipróbálni azt, hogy mi történhetett tényleg 20-30 évvel ezelőtt ezeken az utakon. Most 45-tel megyünk, olyan, mintha 100-zal mennénk. Igen, azért nem? Bevállalós gyerekek vagyunk, meg kihoztuk az útra. Már a Bob az azt mondta, hogy bátran, nyugodtan vihetjük. Ez azt mondja, hogy nagyon-nagyon megbízható autók ezek még a mai napig is. Gyorsulás a csillagos 2-es, nyomatikra csillagos 12-es. Ó, de zúz. Nagyon nagy feeling. És az összes magyar ródok beállós nótája, amit emiatt 14 milliószor kellett félig meghallgatnunk. Ezúton is köszönjük, hogy minden cuccot a 90-es évek elején ezzel lőttek be. Yeah. Kár, hogy ők nem váltak a Mixing of... Sultan of Mixing. Sultan of... Rendesen jól szól ez a hippi. Igazad volt. Gyerekkoromban erre vágytam, ülni egy ilyen hatalmas, több ezer köbcentis Chevybe, és ilyen jó zenéket hallgatva menni a semmibe, és csinálni a semmit. Az a baj, hogy én... Azt azért kell tudni, hogy a Zsolti ilyeneket mondott közben, még nem ment a kamera, hogy azt a kurva ez a motor! Júj! Júj, de jó ez a motor! Azt a kurva basszus, de nagy ez a motor! Nem csoda? 7004? Értem én az 1001-es varrógépeket, meg a hibrid izé. Gyönyörű a hibrid, mert nem pusztulnak a bálnák. Érted? Ez az öreg vas fél óra alatt több örömet adott, mint a izé csili-vili vadonatúj verdák egész életükbe. Úgyhogy nem jó irányba halad az autógyártás, jelentem. Értem, hogy praktikus, meg értem, hogy szép, meg mindent értek, de hogy nem élvezett vezetni ezeket az autókat, az tuti. Ezt meg viszont 1988-ból nem úgy élvezett vezetni, hanem mindjárt megveszed. Ezt nem mutasd meg senkinek ezt a videót. Hát de ezt ne vedd meg, mert nagyon nehéz lesz hazahozatni. Egy ilyet? Hát igen, mert 4500 dollárért lehet venni egy ilyet. Érted, ehhez van egy olyan szívbeli kötődésem. És nem ilyen állapotban, hanem rendesen. Igen, értem. Érted, ezt vezettem gyerekkoromban. Tehát, és én ezt most láttam meg azóta, mert az nem volt ilyen állapotban. És állt a garázsban, maximum lefotóztam egyszer-egyszer. De most vezethetem először 2000 óta. Kamaszkoromban. Egyszerűen lenyűgöz az áhítat. Viszont itt egy Five Guys, a világ egyik legjobb hamburgerese. Csak hogy valóban én csinálom a videót, nem pedig valami szellemharcos tróger. Na nézzük a vasat. Jár a motor,
Nézzük azt a 7004-es szörnyeteget. Hát igen. A hír igaz. Nem mondom, hogy nem látok olajfontot. Küldjed, bátya! Felnik gumik, gratulálunk. Rendes króm. Króm díszlétsz mindegyik. Ezt nem is kaptatom fájnak. Nem műanyag. Itt-ott kicsit rohad. Egy kicsit rohad. Flintstone család. Szerényebb méretű kipufogó. Újból felhívom mindenkinek a tisztelt figyelmét a kerékre, mert ez köszi. Egy ilyen vicces plató. Zongorával együtt el lehet költözni vele. Nagyon praktikus. Zenészeknek válás utára. Amikor úgy is mindegy, mennyi pénze van az embernek. Hát igen. Igen, a kattogás a Zsolti, és egy enyhe égett szag. Az a blokk van benne, az a 7004-es blokk, amit a mászkölkárokba tettek, tegnap mesélte a Bob. Nem én vagyok ilyen okos, nem értek ennyire az autókhoz. De a Bob mesélte, hogy a versenyautókba ugyanezt a 7-4-es blokkot rakták. Nem lehet, ja. Folyamatosan vigyorgunk az első gyújtás ráadástól. Megvan a gyerek. Be lehet zárni. Lehet, hogy okosan az amerikaiak. Mondjuk nem zárodott be. Figyelj Zsolti, ebben már úgyse rak senki semmi. Hagyd a pélóba. Érdekel. Másik irány. Érdekel a probléma, mi? Aha. Lássuk, meg tudod-e fejteni. Na jó, inkább vegyünk csak. Utolsó köréhez érkeztünk. Milyen a tesznek. Van? Zsoltikám. Mert. Hajrá, gyerünk. Halljuk a hangját. Gyerünk haza. Üresbe. Nézzük meg ki. Ez hát nem mondott! Ez nem az Immobilizer. Ez nem mondott, baszik! Ez nem az Immobilizer lesz. Nem indul a vas! Hát, ennél szebb végét a tesznek. Cool Bob. Cool Wolf. Na? Hívjuk Wolfot. Ez kurva nagy. Köszönjük, uram. Na, akkor we call Bob. Yeah, that's great. Nem tetszem vissza, mert tényleg nem indul. Na, tényleg nem. Te segíts ezzel az izével? Mivel? Kulcsal? Nem, ez nem indul. De sajnos nem. Hát akkor, gyerekem. Mi most dicsértem halálra. Na jó van. Majd jelentkezünk egy pár óra múlva a sötétből. Na csá. That's the end of the test. End of the test. Látjátok, megint csak egy akkumulátor. Érted, ami 3 évnél fiatalabb, azt szarik be. Nem van, mint 18 évnél öregebb. Yeah. Jó, bassza meg. Látjátok ezt a vészjósló nyílást itt? Jó, az anyját. A lámpa már világít. Most legalább van időnk megnézni egy kicsit a blokkot, de rendesen. 7400 köbcentű. Köszönjük szépen. Bob, please tell us the exact type of the engine. 454. And what else? It's a 7.4 liter V8, 454 cubic inch. Perfect. Made by General Motors in Towanda, New York. Year? 1994. NV4500 5-speed manual transmission. Thank you very much. Kurva yo. Adjál gáz! Hú, bassza meg, lobog a nadrágom! Adjál meg gáz! Gáz, pár szeretek! Azt a kurva, de jó! Ez az! Őrültek vagyunk, bassza meg! That's awesome.